A hat esztendős kórus tagjai a Kodály Zoltán általános iskola diákjaként és a Kantemusz kórus család énekeseként nőttek fel. Bár csak egyikőjük lépett zenei pályára, a muzsika mégis fontos része maradt az életüknek. Az együttes előadás módjának jellegzetessége többek között az, hogy az angol King Singles énekegyüttes hagyományaihoz hasonlóan kizárólag férfi hangokra épít. A férfiak hangszínének hasonlósága ezekben a harmóniákban egyed ilyen tiszta hangzást kölcsönöz a felcsendülő kórusművek előadásakor. Repertoárjukban számos műfaj helyet kap, a reneszánsz daloktól a magyar népdalokon át egészen a beat zenéig. A zenei irodalom meglehetősen gazdag az a cappella, ugye a hangszeres kíséret nélküli műveket tekintve. Az egyik legnagyobb tárházzal talán a reneszánsz muzsika rendelkezik. A romantikus kor az egy speciálisabb kor, hiszen ott inkább a nagy zenekarokra, nagy kórusokra írtak műveket, de azért onnan is van lehetőségünk meríteni. Illetve hát a modern korban ugye a kórus muzsika, főleg Magyarországon ugye Kodály örökén kiváló kórus muzsika épült fel, és ezért így a 20. századból is tudunk meríteni. Mivel elég ritka, hogy 6 férfi alkot egy kamarakórust, ezért sok koncert meghívása van az énekegyüttesnek. Szerencsére már volt lehetőségünk külföldön is koncertezni, illetve a közeljövőben szintén fogunk menni külföldre, Ukrajnába. Általában a jellemző az, hogy itt Magyarországon, Nyíregyházán is környékén, de volt már Budapesten is koncertünk, tehát itt a belföldön több koncertünk van. Hamarosan újabb külföldi út vár rájuk. Áprilisban Szlovéniába utaznak. A Maribori 15. Gallusz Nemzetközi Kórusverseny Művészeti Bizottsága a beküldött pályázatuk alapján beválasztotta az együttest a versenytagjai közé, így megmérethetik magukat 12 másik kórussal együtt, akiket 22 ország 35 jelentkezője közül választottak ki.